Ez itt a Boomcast Shorts Balogh Dáviddal. Vajon érdemese feltüntetni az árakat a hirdetéseikben? Ez egy viszonylag gyakori kérdés, ami szerintem sok mindenkiben felmerült már az évek során. Szerintem ez a kérdés nem olyan egyszerű, hogy egy sima igennel vagy nemmel meg lehetne válaszolni, úgyhogy elmondom az én véleményemet. Hogyha kifejezetten a hirdetéseket nézzük, tehát nem az egyéb marketing tevékenységeket, például landing oldal, honlap, stb., hogy érdemese ott mondjuk akár szolgáltatóként feltüntetni egy árat, hanem csak a hirdetéseket nézve. Mondjuk nézzünk egy Google platformot, egy Google Ads-et. Ugye egyszerűen azok elé tesszük oda a hirdetésünket, akik rákeresnek egy bizonyos kulcóra, beírnak egy keresési kifejezést, és így jelenik majd meg a hirdetésünk. Ők nagyon gyakran valami konkrétumot keresnek, tehát egy ilyen bottom of funnel, bofu röviden hirdetésről beszélünk, amikor jó lehet az, hogy feltüntetjük az árakat. De azt azért nem tudnám biztosan kijelenteni, hogy igenis fel kell tüntetni az árakat. És azért mondom ezt, mert ez főleg shopping hirdetéseknél tapasztalat nekünk, hogy ugye mindenképpen ott vannak az árak a termékeknél, és nagyon pici felületet kapunk, egy kis kocka, amit mi megkapunk, és minden másik konkurens is, aki ellen hirdetünk, ezt a kis pici kockát kapja meg, ahol egy headline látszik, egy kép látszik, meg az ár látszik, és kb. ennyi. És ha mondjuk rákeres valaki, nem tudom, szőnyek, szekrény, ágy, ilyen egyszerűbb kifejezésekre, akkor feljön egy csomó shopping hirdetés, viszont azon a pici felületen nagyon nehéz meggyőzni az embereket, hogy a mi szőnyegünk miért kerül 150 ezer forintba, és a másik, ami ott van mellette, és akár még tök hasonlóan is néz ki azon a pici képen, miért kerül csak 30 ezerbe. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor prémium termékeket, luxus termékeket árulsz, és a piac fölé árazol, akkor nem biztos, hogy megéri feltüntetni az árakat a hirdetésben, azért, mert elijesztheti az embereket. Viszont, hogyha neked az a célod, vagy van büdzséd, van kapacitásod arra, hogy feldolgozd a bejövő érdeklődőket, vásárlókat, megkereséseket, akkor érdemes lehet kihagyni az árat a hirdetésből, és beáldozni azt a minőséget, azt az előszűrést a nagyobb mennyiség érdekében. Tehát, hogyha te beleírod a hirdetésbe, hogy mondjuk nézzük a mi szolgáltatásunkat, Facebook hirdetés kezelés 94.900 forinttól, az már megszűri az embereket. Aki 30, 40, 50, 60, 70 ezer forintért keres ilyen szolgáltatást, ő nem fogja lekattintani, mert egyből úgy gondolja, hogy ó, ez túl drága. És nekünk ez tök jó, mert nem akarjuk a CS kapacitást arra használni, hogy olyanokkal beszélgessünk, fél órát, órát akár, meg e-mailezgessünk, aki végül nem fog vásárolni, mert egyszerűen nem fér bele neki, vagy ő még nem döntötte el, hogy azt megengedheti magának, hogy érdemes egyáltalán befektetnie. Tehát ilyen esetben jó, hogyha feltüntetjük az árat. Hogyha az lenne a célunk, hogy minél több leadet hozzunk be, akkor nem tüntetném fel az árat, hogy ne derüljön ott ki, kattintsanak át és az oldalon majd kiderül, de ott lehet, hogy a sales oldal átolvasásával már meg tudjuk győzni és már látja azt, hogy oké, okay, akkor ennyi pénzért tök sok értéket kapok, lehet, hogy érdemes velük beszélni. Szóval ez lett volna a Google, ami talán a nehezebb kérdés. Nézzünk mondjuk egy Facebookot, Instát, Pinterestet, tehát olyan proaktív hirdetési felületeket, ahol mi tesszük az emberek elé a hirdetésünket és nem ők keresnek rá valamire. Itt szerintem megint csak az a kérdés, hogy mekkora büdzsével rendelkezel és hogy mi a célod. Hogyha mondjuk egy webshopra beszélünk, ahol termékeket értékesítesz, akkor érdemes lehet feltüntetni az árat, mondjuk előszűrés céljából, hogyha a piac fölé árazol, azért, hogy ne legyen túl sok kattintó, akik elviszik a büdzsét nagy részét. Így tudod, hogy csak az fog kattintani, aki legalább már elgondolkozik azon, hogy igen, ezt megengedheti magának. Vagy egy másik helyzet, hogyha a piac aláárazol, tehát ha az ára vonzó szempont nálad, akkor mindenképp érdemes feltüntetni, mert ugye az az egyik usp az egyik fő selling pointot, hogy igen, nálam mennyibe kerül ez a valami. Összefoglalva tehát szerintem nem lehet fixen kijelenteni azt, hogy most igenis megéri vagy igenis nem éri meg feltüntetni az árakat a hirdetésben, ez mindig egyéni döntés kérdése kell, hogy legyen. De remélem azért tudtam segíteni és, és ötletet adni és el tudsz indulni már ezen a gondolat vonalon, hogy el tud dönteni, hogy nálad megéri-e vajon vagy sem. És hogyha nem akarsz meghozni egy ilyen döntést, akkor azt se felejtsd el, hogy online marketingben utazunk, ahol nagyon könnyen, nagyon gyorsan látjuk az adatokat, a visszajelzéseket. Úgyhogy simán letesztelheted azt is bármelyik felületen, hogy van olyan kampányod, amiben benne vannak az árak, van olyan, amiben nincsenek benne az árak, és megnézed két, három, négy hetes távon, hogy melyik mit hoz, hány vásárlót hoz, mekkora megtérülést generál. És ennyi lett volna a mai Boomcast shorts. Ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, és érdemes belépni a zárt Facebook csoportunkba is, ahol akár személyesen velünk is beszélgethetsz, de kérdéseket is tehetsz fel, és a közösségünk tagjait is megtalálod. Gyere és csatlakozz hozzánk a boommarketing.hu per FB csoport linken keresztül.